Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Elérkeztünk egy nagyon kemény stációhoz ebben a hónapban. Most lesz, illetve már érezhető a nap-Plútó derékszögű fényszög, ami önmagában nem lenne annyira kemény, mert a nap az viszonylag egy gyors égitest, de nem az a fő probléma, hanem hogy ennek volt egy beharangozó állása, egy bevezető állása, amikor a Plútó ment, pontosabban a Mars ment bele a Plútó derékszögű fényszögébe, és akkor volt az, hogy Izraelt ugye megtámadta a Hamas. Na most az a helyzet, hogy mindenképpen egy folytatás van ebben a fényszögben, de hogy úgy körülbelül megnézzük, hogy miről is van szó a hétköznapok síkján, mondanám, hogy először is a Plútó a végletek bolygója, a fekete-fehér, az igen-nem, tehát nincs középút, nincs közép megoldás. Miután a Mars felső oktávja, ennek következtében mindig benne van a pusztító, az agresszió, ugye a Plútó Hádész az a halál. Tehát ilyen szempontból benne van a pakliban ez a végletes, nagyon súlyos vagy-vagy helyzet. Ugye súlyosan megfogalmazva, vagy én maradok élve, vagy te. Tehát körülbelül ez a helyzet. Tehát van benne egy ilyen nagyfokú pusztítani vágyás. És az a kérdés, hogy tud-e más eszközöket találni ennek a levezetésére, ennek az energiának a levezetésére, vagy pedig csak a pusztítás. Tehát megint nagyon közel van a világ ahhoz, hogy kitörjön egy olyan, tehát ott táncolunk a világháború szélén, ez a helyzet. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy mi mit tudunk tenni egy ilyen konstellációban. Ugye a nap, amely a szeretet és az Isten analógiájával és a fény analógiájával kapcsolódik, az hétköznapi értelemben jelölheti az egót is. Tehát kicsiben az ego, nagyban az Isten. Tehát itt most egy olyan helyzet van, amit mi olyan történetként ismerünk, hogy veri a jég a szegény ember szőlőjét, és akkor fog egy botot, elkezdi verni ő is a szőlőt, lássuk, Uram Isten, mire megyünk ketten. Tehát ez egy tipikusan ilyen konstelláció, amikor úgy érzem, hogy nem látok más kiutat, csak ebbe bele kell pusztulni. És hát ez nem így van. A Plútó egy spirituálisabb értelemben az átváltozás, tehát a halált jelenti, de tessék belegondolni, hogyha bennem megváltozik a hozzáállás az élethez, a világhoz, akkor az az ego részem, aki veri a tam-tam dobot, az most meghal egy kicsit, ha elébe megyek az átalakulásnak, az átváltozásnak, ha a helyzeteket nem erőszakkal akarom megoldani, hanem átkeretezéssel. Tehát keretváltást adok neki, más értelmet nyernek a dolgok, más értelmet kap minden helyzet, különösen, hogyha, hogy is mondjam csak, ugye az agressziónak az egyik
borzasztó megnyilatkozás, hogy elkezdjük egymást ölni. De az is egyfajta agressziós levezetési módszer, hogy nem takargatom magam előtt a dolgokat, hanem kimondom. Végre nevén nevezem a dolgokat. Végre új értelmet kapnak a szavaim. Eddig csak ilyen suskus volt, meg keverés volt, meg... Tehát itt az ideje, hogy kimondjuk az érzéseinket, kimondjuk, amit gondolunk, függetlenül attól, hogy ez most másnak tetszik, vagy nem tetszik. Nem az a lényeg, hogy másokat megsértsünk. Tehát, hogyha valakinek ez probléma, akkor írjon egy, vagy hogy mondjam, vegyen elő egy üres papírlapot, és írja rá az üres papírlapra az őszinte érzéseit. És látni fogja, hogy ahogy folytatja, ahogy tovább halad, egyre inkább kezdenek új értelmet nyerni a szavai. Új értelmet nyerni a kifejezései. Tehát ez a fényszög egy átváltozást, átalakulást szimbolizáló fényszög, amikor nem az a feladat, hogy torkig legyünk, és nyeljünk, nem is az a feladat, hogy a másikat megöljük, hanem az a feladat, hogy végre felvállaljuk a napot, azaz önmagunkat. Végre felvállaljuk a szeretetet. Végre a szeretet nyelvén kezdjünk beszélni. Végre kimondjuk, amit takargattunk, amit nem akartunk kimondani. Nem az a cél, hogy megbántsunk vele másokat, ezért mondtam, hogy ezt a kimondani a négy fal között magunknak is lehet, csak hogy megértsük, hogy mit csinálunk. Ugyanis ennek a fényszögnek, mivel a nap és a Plutó között jön létre, az egyik legnagyobb veszélye az önpusztítás. Tehát rajtunk múlik, hogy mit teszünk ezekben a nehéz napokban. Miután az átváltozáshoz, az átalakuláshoz kell egy nagyfokú belső munka, nagyon-nagyon jó most, hogy éppen jönnek ezek az úgynevezett ünnepnapok, szombat, vasárnap és október 23-a. Október 23-án nem az a dolgunk, hogy kimenjünk és tüntessünk, vagy mit tudom én, hanem ezen a három vagy négy napon befelé forduljunk, és dolgozzunk önmagunkon. Tehát ez most mindig vannak kedves nézők, akik úgy kérdezgetik, hogy mi a spirituális megoldása egy-egy ilyen fényszögnek. Hát most erről beszélek, hogy mi a spirituális megoldása. Tehát itt a lehetőség egy nagyon komoly, önelemző, öntanító, önmagunkat megváltoztató, átváltoztató attitűdre, olyan magatartás forma felvételére, amely nekünk segít ezt önmagunk számára feldolgozni, és az életünket élhetőbbé, elfogadhatóbbá tenni. Itt jegyzem meg, hogy megvolt a vacsora Fenyő Ivánnal, rengeteg csodálatos ember jött el vendégségbe, valójában úgy vettem észre, este 10-kor azért úgy nagyjából befejeztük, de úgy látszott, hogy még jó néhány ember maradt volna 11-ig is, hogyha... Tehát mindenki nagyon élvezte, beleértve magamat is. Csodálatos, értő füleket,
csodálatos tekinteteket láttam a tegnap este, és ilyenkor én ebből azt veszem le, hogy jó élni. Jó, hogy ezen az úton járok. Boldog vagyok, hogy adhatok. Boldog vagyok, hogy odajöttek többen, hogy nézik a csatornát, és nagyon komoly változásokon mennek keresztül. És nagyon köszönik. Úgyhogy jó időnként személyesen is találkozni a közönséggel. Iván pedig csodálatos traktát, vacsorát teremtett, olyan minőségi vegetáriánus ételekkel, hogy le a kalappal. Úgyhogy annak ellenére, hogy esetleg mások úgy érzik, hogy én ott beszéltem, vagy kérdésekre válaszoltam, rendkívüli módon élveztem ezt az összejövetelt, és nagyon fontos dolgokat tudtunk megbeszélni. Kicsit úgy veszem ezt a tegnap estét, mint egy már beharangozó estéjét ennek a Plutó napfényszögnek, hiszen itt is sikerült a kedves jelenlévők felé megvilágítani mélyebb magyarázatokkal, megmutatni, hogy mit is érdemes követni, milyen utat, milyen belső változásra van szükség ahhoz, hogy az ember végre a fény útján haladjon, a szeretet útján haladjon. Remélem, hogy ezzel a kis szösszenettel tudtam egy kicsit felhívni a figyelmet, hogy mit kell most megdolgozni, mire kell most figyelni. És ha csak egy kicsit is jobban vannak, hát akkor én már boldog is vagyok. Köszönöm szépen a figyelmet, a türelmet. Isten áldja Önöket. Viszontlátásra!